Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, vendégeinket és a kedves televízió nézőket a 2015. október 1-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Az ülésen jelen van Bakács Edit, Bernadett, Bánhidi László, Cifra Zsuzsanna, Csutoráné Győri Ottilia, Ligetini Komáromi Gabriella, Óra Lajos, Páci Erzsébet, Zsigmond Bertalan, Somlóvári Józsefné és Szabó Ákos Péter képviselők, ezzel a képviselőtestület határozatképes. A napirendi pontok, kiküldött napirendi pontokhoz képest a következő módosító indítványaim lennének. Javaslom a 2. számú napirendi pontot, a 7576/2-es helyrajzi számú ingatlan ingyenes visszaadásáról szóló napirendi pontot, tehát nem eléggé hát előkészítetlenség, vagy hogy mondjam, tehát előkészítetlenség miatt levenni a napirendi pontról, és emellett javaslok egy zárt ülést, ahol egy tájékoztató című napirendi pontot pedig javaslok felvételre. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a módosításokhoz? Ha nincs, akkor indítható a szavazás. A 10 igennel egy hanggal megszavaztuk. Első napirendi pontunk a Budakörnyéki Székelykör Egyesületnek a kérelme. Kérdezem, hogy van-e esetleg hozzászólás a napirendi ponthoz? Alpolgármester asszony. Köszönöm szépen. Tekeljük a Székelykör működését, és szerencsére népes társaságból áll, ami nem csak Budakeszit érinti, hanem a környező településeket is. Tekintettel arra, hogy sok civil igény merült fel így pótlólagosan, én azt javaslom, hogy a kért támogatási összeg egynegyedét, vagy kevesebb, mint egynegyedét adjuk meg, tehát 100 000 forint támogatást mindenképpen javaslok a Székelykör kérésének teljesítésére, és remélem a többit össze tudják gyűjteni. Tekintettel arra, hogy jövőre nagy ünnepségek várhatók, azt gondolom, hogy majd költségvetésen tervezzük be a például a csíkszeredai kapcsolat méltó megünneplését, és erre fordítsunk nagyobb erőket, anyagi erőket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tehát akkor a képviselőtestület, ha további hozzászólás nincs, megkezdheti a szavazást. Az A változatról szavazunk, ahol a 100 000 forint kerül beírásra a támogatási összegként. Indítható a szavazás? Tíz igennel egy hangon elfogadtuk. A Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggő kiegészítő beruházásokról és a közbeszerzés elindításáról szól a következő napirendi pontunk. Ott van az előterjesztés a képviselők előtt, itt a gimnázium tetőfedésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról szavaz most a képviselőtestület. Kérdezem, hogy van esetleg hozzászólás? Alpolgármester asszony. Köszönöm. Egyrészt szeretném kérdezni, hogy akkor ez most melyik költségvetési sorról lesz fedezve, hogyha a közbeszerzési eljárásra kiválasztjuk a kivitelezőt. És én nem vagyok szakember, és különféle összegek hangzottak el, hogy mennyibe kerül a tető cseréje. Én valami műszaki szakmai tájékoztatót kérnék arról, hogy ez a 40 millió indokolt-e, mint költség. Köszönöm szépen. A költség vonatkozásában, vagy a fedezet vonatkozásában a beruházási keret az, ami rendelkezésre áll. A műszaki szakértők és kollégák dolgoztak az ügyel, és becslésük szerint körülbelül bruttó 40 millió forint szükséges még kiegészítő fedezetként, de ennek a konkrét összegéről, illetőleg a tényleges tartalmáról akkor tudunk dönteni, hogyha az ajánlatok be is érkeztek az önkormányzathoz. Nyilvánvalóan a piac be fogja árazni ezeket a munkákat, és meg fogja határozni, hogy ez ténylegesen mennyibe kerül. Amikor ennek az eredményére dönt a testület, akkor konkrétan meg fogjuk tudni nevezni azt a sort, aminek a terhére ezt el lehet vállalni, de a beruházási keretben rendelkezésre áll ennyi összeg. Jó, indítható a szavazás. Zsuzsa. 10 igennel egy hanggal megszavaztuk, zárt ülés következik. A képviselőtestület a zárt ülésen Dénes György főépítész bejelentését, miszerint 2015. december 31. napjával felmondással megszünteti megbízási szerződését, tudomásul vette.
Ennyi történt a mai képviselőtestületi ülésen. Köszönöm ma is a képviselőknek a munkáját, és ezzel a testületi ülést bezárom.